Florian Fischer, a Michelin Hungária Kft. Ügyvezetője vette át az év vállalkozói díjat. A vállalat méltatásában kiemelték a cég fenntarthatóságra és környezetvédelemre való törekvéseit. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamara elnöke Pekó László elmondta, rengeteg kiválóan működő vállalkozás van a vármegyében, így nem könnyű a díjazottak kiválasztása. Igazából nem vagyunk könnyű helyzetben minden évben, és szerencsére a megyében igen sok sikeres és jó vállalkozás van. Szerencsére a megyében igen sok jó iskola van, jó oktatók vannak, és jó tanulók vannak, és jó gyakorlati képzőjek vannak. A mai nap átadásra kerül tagozatonként a legjobbak, és átadásra kerül ki az év vállalkozása. Amit fontosnak tartok, mi nagyon-nagyon figyelünk és segítjük azt, hogy az iskolák legyenek érdekelté téve a szakmasztárnak való sikeres szereplésbe. És én, mint vállalkozó, nekem alapvetően az a jó, és az lenne fontos, hogy aki hozzám kerül a szakmában, az ennyi jó felkészített. Ennek érdekében a szakmasztáron résztvevők részünkről fekszítő tanárok és gyerek is kapnak elismerkintetést. Ez úgy gondolom, hogy látszik sikeres, és látjuk azt, hogy mennyien vannak itt jelen, és azt is látjuk, és büszke vagyok rá, hogy a megyéből igen-igen jó szerepelnek a fiatalok. Az év ipari vállalkozása díjat a Resilux Kft. Kapta, az év kereskedelmi vállalkozása díjat pedig a Háda 1 Kft. Képviseletében Háda György vehette át. Mi úgy voltunk vele, amikor megcsináltuk ezt a céget, hogy akkor volt a rendszerváltás, és valamiből meg kellett élni, mert megszűntek a munkahelyek, nem volt a lehelyezkedni, semmi, és gondoltuk, hogy ez egy kezdésnek jó lesz. Csak aztán mindig elég jól csináltuk ezek szerint, és akkor mindig megtettük a következő lépést, amit kellett. Először csak önmagunk, már úgy értem, hogy a családtagok, mentünk éjjel-nappal, utána aztán felépítettük a rendszert. Most már úgy gondolom, hogy a rendszer teljes, tehát van normális menedzsmentje, Budapesten irodája, HR, PR, mindenki minden külön csinál. Hát nem akarunk nagyképpen, de profik lettünk ilyen értelemben, de ugyanakkor megőriztük azt, hogy családi jellegű a vállalkozás, és azt akarjuk, hogy a dolgozóink is úgy érezzék magukat, mint hogyha egy családhoz tartoznak, mint ahogy látják rajtunk is, hogy én, a lányom, meg a két keresztfiam a napi munkában részt veszünk, meg ott vagyunk közöttük minden nap. A Leányvári Kft. Kapta a kiváló gyakorlati képzőhely díjat. Leányvári Lóránt elmondta, véleménye szerint a Sipkai iskola oktatóinak köszönhető, hogy a hozzájuk kerülő tanulók remek alapot kaptak ahhoz, hogy gyakorlatban is megfelelő módon kamatoztathassák a tudásukat. Köszönjük szépen először is a díjat a kamarának. A kiváló szakmai díjat azért kaptuk szerintem, mert több versenyen részt vettünk a tanulóinkkal, ahol sikeresen szerepeltünk. Nagyon szépen köszönjük az iskola támogatását, illetve köszönöm a nálam szakoktató kollégáknak. A díjátadón ezüst és bronzkoszorús mesteri címek is gazdára találtak, illetve elismerésben részesítették a gyakorlati oktatókat és azokat a tanulókat, akik tanulmányi eredményeikkel és szakmai versenyen való részvételükkel öregbítették iskolájuk hírnevét.